Ceglédnek népe, nemzetem büszkesége. Kérni jöttem tőletek, midőn lelkes soraitokat szemlélem, szűnik bensőmben a kétség. Nem marad védtelen szegény árva hazánk. Tudjátok mindannyian, minő célvezérelt bennünket, midőn ide egybe hívtuk benneteket, mégis kimondom, állnak hicegők, el akarják venni tőlünk az áprilisba kivívott szabadságunkat, s mindazokat a jogokat, amelyeket maga ő felség a császár biztosított számunkra. Jelacs és holdáit császári zászlók alatt a szent magyar földet rabolják, fosztogatják. Szőlőink híres barát igen idegenek védálják fel. Veszélyben a haza, sorsdöntő órák előtt áll a nemzetünk. A kérdés az, hogy veszteni hagyjuk a kivívott jogainkat, függetlenségünket, odaadjuk büszke magyar fejünket a császár és a én esküszöm az igazság Istenre, hogy a szabadságból elrabolni egy hajszányit nem engedek. Hajtam időn a hazát veszély fenyegette, szent királyunk véres kardot hordtak körül az országban. Én zászlót ragadék kezembe, és a zászló alá hívom a város polgárai. Honfitársaim, Cegléd polgárai, a nemzet sorsa ti kezetekben van, testvérek vagyunk mindnyájunk. Választanunk kell a szabadság és a szolgaság között. Gondoljunk őseinkre, kik a szabadságot választották. Ragadjunk mi is fegyvert a hazánk oltalmára, fordítjuk fegyvereinket az árulók és hicegők ellen. Fegyverbe szólítom a város lakóit, hozzunk áldozatot a haza szent oltárára. A magyar vér folyjon a szabadságért, ne idegen célokért és ne idegen földön. Most, hogy titeket látlak, tudom, hogy oly hatalmas a nép, hogyha föl kell az összetart, Magyarországon a pokol kapui sem vesznek erőt. Az összeragyó és boltozatai is képes karjával fenntartani. Harcunkhoz adjon erőt a magyar Istene, hitünk igazsága, népünk szabadsága. Fegyverbe hát győzni fogunk.